Nagy léptékben halad előre a Bonyhádi Ipari Park építkezése. A beruházáshoz szükséges pénz nagy részét, 480 millió forintot, a terület és település fejlesztési operatív program egyik pályázatán nyerte a város. November 24-én átadják a komplexumot. Sebestyén Miklós, a Bonyhádi Ipari Park ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a szendvics panelek felhelyezése megtörtént, így négy szinte zárt épület található a területen. A nyilászárók gyártása még folyamatban van, de hamarosan azokat is behelyezik. Ütemében egy kicsit eltér ugye a négy épület előrehaladása, mert az egyes csarnokban az ajzat beton építése és hőszigetelése történik, a kettes, hármas csarnokban már kész vannak az ajzatok, és az ötös számú csarnok, az pedig most fog az ajzat beton előkészítése, a vasalások zajlanak és zsaluzások. A teljes ipari park 3,5 hektáros területen található. Az összesen 3200 négyzetméteren elterülő négy csarnok már megtalálta bérlőit. Raktár, iroda és üzem is működik majd a területen, a közlekedés és közvilágítás is megoldott lesz. A területi infrastruktúrából a közlekedő utaknak az alapozása az gyakorlatilag teljesen készen van, egy rövid szakasz hiányzik. Megtörtént a 20 kV-os magas feszültségű légvezeték kiváltása is, ezen is túl vagyunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy szeptember hónap második felétől követően az épületek tekintetében a belső munkák fognak zajlani, és meg fog történni majd november végére, a szerződéses határidő végére a közlekedési felületek és a teljes infrastruktúra befejezése is. Az épületeket körbekerítik majd, de az őket összekötő úthálózat nyitott lesz a bonyhádi forgalom számára.